Nos. Először is a mikrofonom jó. Másodszor nem tudom, hogy mi történhetett. Valószínűleg egy Windows frissítés kavart be, így a mikrofonomnak. De most már úgy néz ki, hogy normálisan működik. És nem fogom újra venni az előző részt, ezért csinálok egy icike-picike összefoglalót erről, úgyhogy az előző részek tartalmából. Elindítottam az építkezési anyagot Sepsiszentgyörgyre. Elindítottam az építkezési alapanyagot Banára. Véletlenül elindítottam az építkezési alapanyagot Vácra. A szerszámkészítési hálózatomba becsatlakoztattam a denveri erdészetet. Maximalizáltam a Fayetteville-i fűrészmalomnak a termelését. Kiegészítettem plusz egy vonallal a mezőzombori szerszámgyárat. Szeged megkapta az első adagnyi szerszámot. A Szegedre érkező szerszámok rendszerezetlen leveleket állítottak így elő. A rendszerezett leveleket leszállítottuk az embereknek, ezzel profitot nem termeltünk. Óriási veszteség miatt visszatért a Metroliner. Optimalizáltam itt, ott, amott. És leraktam az alapkövét annak a gazdasági hálózatnak, amiről már nem egy rész óta beszéltem. Úgyhogy köszöntök mindenkit! Ez itt a One More Game és a Transport Fever 2 kapitalista aranybánya 14. epizódja. Tudom. Van 14. rész, volt 14. rész, most ez az. Úgyhogy kész. Remélem a hang normális, remélem, hogy minden megfelelően fog működni. Az előző részben az is problémát jelentett egyébként, az is feltűnő jel lehetett volna, hogy még a kamera sállt normálisan fel, de túl vagyunk azon a frissítésen, ami megkönnyíti, vagy megnehezíti nagyon sokunknak az életét, és most már belevághatunk a gazdasági fellendülésbe, ugyanis, hölgyeim és uraim, aki az előző részt végig szenvedte, végig kínlódta azokkal a hanggal, annak egy óriási bravo, gratulálok, nagyon-nagyon kemények vagytok, én nem tudtam hallgatni 5 másodpercen keresztül saját magamat, így ilyen formában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rátok, aki így is végignézte. Ha levetítik a hangot, akkor meg még bölcsek is vagytok. Viszont az előzőekben meséltem arról, sőt sok részsel ezelőtt meséltem arról, hogy szeretnék kialakítani itt egy gazdasági központot. És a térképet 9 zónára szeretném felbontani, és a 9 zónának lenne az a feladata, hogy gazdaságilag ellássa kötött pályán kompletten az egész világot. Nem tudom, hogy miért kar... Úgyhogy ez a terv, hölgyeim és uraim, és itt egy kis felső sarkot jelöltem ki, hogy ez lesz itt a potenciális irányvonal. Milyen gazdasági építményekről van itt most konkrétan szó? Olyan gazdasági építményekről van konkrétan szó, amik nincsenek még jelenleg használva egy-egy működőképes vonalon. Értem én például a mezőkovács házat ellátó üzemanyaghálózatunkról, ami kólával jól működik. Fogalmazzunk úgy. Kólával, szódával egészen jól működik. Az üzemanyaggyár az abszolút fejleszthető, az tolható tovább, viszont az olajfinomítóm elérte a maximumot. Tehát, hogyha ebből az olajkitermelőből szeretném még a maradék 200-at elszállítani A-ból B-be, akkor el kell vinnem egy másik pontra, ami megnehezíti a dolgomat erőteljesen. Ugyanis a játék érdekesen kalkulál, amikor plusz egy vonal megjelenik. És megmutatom, hogy ezt miért mondom. Ezt én konkrétan ezért mondom. Teljesen felborult mezőzombornak a szerszámgyára, vagy mezőzombornak a szerszámgyára, ugyanis zombor nem kapja meg teljes mértékben azt a szerszámot, amit eddig megkapott. Aki emlékszik rá, tudja, hogy helyek közel olyan 80-90%-on mozogtunk szerszámok terén. Kb. Körülbelül. Ez volt. És ez most meg már nincs. Miért? Mert egy jóval nagyobb város igényli azt a termelést, amit itt ki tud préselni magából. De nincsen probléma. Egyáltalán nincsen probléma, ugyanis Szegedre tervezem, hogy bevezetem a gépeket is, ami által a hulladékot állítunk elő, ami által a hulladékot fel tudjuk dolgozni a hulladék fel újrahasznosító üzemekbe, amiből a dupla mennyiségű vasat, egy mennyiségű vasat dupla szemétért el tudunk szállítani a nem annyira távol elhelyezkedő szerszámgyárba, ahol egy vasért 2 darab szerszámot fogunk előállítani. És igen, jönne a jogos kérdés, hogy de miért nem használjuk ezt? Itt 2 vasérc, meg 2 darab szénből itt megvan. Amúgy jogos a kérdés, és szerintem használni is fogjuk. Van még egy fűrészmalom Tatabánya mellett, tehát itt a centrumban. És ugye itt van a határvonal. Ez itt a határvonal. Természetes akadály, arra gondoltam, hogy ez itt teljesen megfelelő lesz. Ezt a természetes akadályt fogjuk használni annak, hogy elszeparáljuk ezt a zónát. És itt ezt a területet
ezt itt centrumnak fogjuk hívni, mondjuk Tatabányáig bezáróan, és itt pedig lesz egy észak-nyugati zónánk. Centrum nyugat, center, centrum kelet. Illetve a délkelet, délcentrum és a délnyugati pont. A délnyugati területen nagyon-nagyon sok ipari épület található, amik segítségemre lesznek ugye hosszú távon. Mert képzeljétek el azt az összeget, hogy mondjuk innen a kávébabot elszállítjuk ide. Igen. Ez úgy eléggé brutálisan hangzik. És jön a kérdés, hogy hol fogjuk vezetni így a járatainkat. Hát valószínűleg a már meglévő pályánktól függetlenül nem fogunk. És a különböző állomásokra be fogjuk hozni azokat a termékeket, amiket akarunk használni. Nem akarok fejjel menni a falnak, és nem akarok most mondjuk egy olyan 400 milliós költséget csinálni, illetve egy 9 óra hosszás videót, hogy felépítsük az egészet. Ezt majd abszolút állatba fogjuk. Néhány pici mozzanatot fogunk meg, ráadásul azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit a térképen nincs még kielégítve. Ugye ez lesz a fő kérdés. És a városok nekünk választ adnak, ugyanis Bana most már szerencsére kap építkezési alapanyagot, Dombóvár szerencsére kap kenyeret, Dunaszentgyörgy semmit nem kap, Erdőkertes semmit nem kap, és mégis ezekkel az értékekkel rendelkezik, brutális, hogy nő Erdőkertes. Karakó-Szörcsök kap üzemanyagot, de mi mindig a felkapaszkodóknak a szintjén van. Azt mondja, hogy Grove, lássuk, hogy kinő legjobban. Mezőzombor 390%-kal vezeti az egészet, de a növekedése még így is lassú. Szeged szinte semmit nem kapott, és már meghaladta az ezret. És Szeged 280%-on van. Mi az, ami a leggyengébb? Kiskörös a leggyengébb, ugyanis ő kettő eléggé bonyolult alapanyagot szeretne kérni. Kiskörös konkrétan. Hogyha Kisköröst abszolút elő lehetne venni ezzel kapcsolatban, nem vagyok benne biztos, hogy itt lesz bármi. Bár mondjuk itt egy ipart simán ki lehetne építeni ezen a ponton. Hogyha ide is hoznánk ércet, ott van szén, ott van érc, és Kiskőröst fel lehetne virágoztatni, amennyiben ugye van rá igény. Gépek vannak itt is, ezt a gépgyárat is megfoghatjuk, viszont itt van az ezüst. Az ezüstnek a feldolgozásához kettő adagnyi ezüst érc kell, illetve azt az ezüstöt el tudjuk szállítani ide, és egy vas, egy ezüst kombinációjával gépeket tudunk csinálni. Nagyon-nagyon értékes gépeket tudunk csinálni. Tehát ez így fantasztikus. Úgyhogy arra gondoltam, hogy amíg a hálózatot ki nem építem, és nem találok megfelelő irányvonalat az egésznek a működtetésére, ami mondjuk nem is lenne rossz, csak mondjuk fakitermelőink itt nincsenek, mert itt Nyéklátházánál ott vannak a gépek. Nyéklátháza megkapta ugye az építkezési alapanyagot már korábbi videóban, úgyhogy ennek abszolút örülünk. Viszont Tomaj Monostora szintén nem rendelkezik semmivel, pedig ide is csak szerszámok kellenek. Ez a szerszámgyár első osztályú lenne a feladatnak a végrehajtására, és itt van nekünk konkrétan egy acélgyárunk, és itt van vasérc, valamint szén is, három darab szén van, és ezért mondtam, hölgyeim és uraim, hogy abszolút jó lenne csinálni egy központot, ahol ugye fel tudjuk ezeket dolgozni. Itt van egy klasszik, és itt pedig ugye sleget állítunk elő. Sleget. És hogyha megnézzük, mi az, ami kell, sőt... audio. Visszarakjuk ezt a muzsikát. Tudom, hogy nem hallatszik annyira, de akkor is. Requirements, ez kell nekünk, és megnézzük, hogy a sleget hol tudjuk. Ez nem. Olyosszend. What? Itt van. Építkezési alapanyagokhoz kell. Garden Grove Construction Materials. Itt van szükségünk. Oké, jó. Egy slagből tudunk csinálni építkezési alapanyagot, ami egészen jó, és Vácot sokkal jobban ki tudjuk szolgálni. Na most mi az, ami a legjobban megéri? Hogyha itt működtetjük az acélt, és elszállítjuk ide, az mondjuk abszolút megéri. De akkor ide nekünk be kell hoznunk a szenet. És mi lenne akkor? Csak egy ötletelésképpen, itt nehezen fogunk tudni elmenni, ugye? Valószínű. Mert ide valahova
le lehetne raknunk egy központi vasutat, akár erre a dombra, egy ipari vasútállomás, és ide elszállíthatunk különböző elemeket, és ezt a hegyet nemes egyszerűséggel a földdel tehetjük egyenlővé, és maradna a centrum, ami eléggé sovány, tehát túl sok mindent nem tudunk kiaknázni, és maradna ez a terület, ami viszont abszolút gazdag. Csak természeti jellegéből fakadóan nem annyira előnyös. Wow, ez itt mi? 60-os kör, oké. Okay. Mielőtt még bármilyen építkezésbe belefogunk, azt mondom, hogy szeretnék kérni 2 darabot ebből is, a 60-asra el is indítjuk, hogy termelje nekem a profitot. Szóval, szem előtt tartjuk ezt a vonalat. De akár ezt is. Akár ezt is. És van-e konszt... Van bizony. Van bizony. És építkezési alapanyagot, erdőkertes. Na! Azt hiszem, hogy megvan akkor a kombináció, hogy hogyan fogjuk csinálni. Hogyha erdőkertes valójában tényleg olyan szinten rászolgált el erre az építkezési alapanyagra, akkor erdőkertes meg fogja kapni az építkezési alapanyagot, és szerencsére tudjuk használni majd ezt az autópályát is, és lehet, hogy nem lenne rossz majd ide egy felhajtó, bár feltételezem, hogy ezt a vonalat használják, hogyha erdőkertesbe akarnak kamionok alapanyagot elszállítani. Mert ugye itt egy darab slagből 2 darab építkezési alapanyag lesz. Vagy pedig egy darab homokból 2 darab építkezési alapanyag lesz. És itt, ebbe a gyárba acélt állítunk elő, illetve slaget. Ez a fontos. Azok már ott használva vannak, az úgy nem foglal, az nem foglalkoztat minket. És itt van a szén. Technikailag elhúzhatnék oda egy autópályányi vonalat, vagy pedig nem ezzel a ponttal kezdünk, hanem kezdünk a centrummal. Igen, igen, kezdünk a centrummal. És ugye a centrumot körülbelül ezek az alapanyagok fogják itt meghatározni. Tehát ide nyugodt szívvel lepakolhatjuk a következő állomásunkat. Egy irányú lesz. Az előző részben mutattam, hogy 4 és 3, 20, standard high speed, oké? Okay. És itt szépen beforgatjuk a megfelelő pozícióba. Így. Leraktuk az állomásunkat, ami zseniális. Szükségünk van egy útra, ami külvárosi út lesz, és ezt az egyszerűség kedvéért ideig lerakjuk, hogy kapcsolódjunk, pontosan. Aztán egy autópályát elhelyezünk ide, pépa, és talán tovább is fogjuk húzni, mert el kell odáig jutnunk. El kell odáig jutnunk. Nem egyenest fogunk húzni, hanem természetesen görbét. Egyszer. És a völgyön keresztül fogunk menni, amennyiben van rá lehetőség a lehető legkevesebb kanyarral. És húzok egy kanyart, érted? Nem mindegy, mennyire tudunk belenyesni így a hegybe. Kellően. Oké. Okay. Rendben. Legalább nem fognak unatkozni itt a jármű vezetői. Nem lesz az, hogy így hopp, bocsánat, elaludtam. Mit csináltak kamionnal? Gyerek. Na mindegy, ezt az utat fel fogom fejleszteni, mert természetesen szükségünk van erre az útra, és ezeket a kicsiket pedig itt el fogom szépen, le fogom itt bontani. Így, egyszer. Megállítottam az időt, hogy a játék ne panaszkodjon, és szükségünk van itt egy újabb autópálya szakaszra. És itt van egy papírgyár, amit szintén tudunk alkalmazni, szintén tudunk használni, és nem itt, hanem itt. Itt. Csak megfelelő mennyiségű fát kell tudnunk elszállítani ahhoz, hogy a papírgyár működjön. Ha működik a papírgyár műanyaggal vegyítve, ez a kettő elem kiad nekünk egy árucikket, amiből még egy darabot nem csináltunk, úgyhogy arra is mindenféleképpen rá kell feküdnünk. Itt minden esetre ezt így kitörlöm, ezt a részt. Igen, menjünk szépen visszafele a buszokkal. Itt van egy járatunk, ami azt hiszem, hogy pontosan minket szolgál ki. Így is van. Szólt a busz, hogy főnök, nem nagyon tudok hova menni. Tudsz valamit erről a problémáról? Hogy ne tudnék? Hogy ne tudnék? Ráadásul annyit is tudok, hogy itt össze fogom kötni egy gyalogúttal. Hadd tartsuk a sebességet. Hadd tartsuk. Ez a kereszteződés az indokolt. És itt pedig nemes egyszerűséggel kapcsolódunk az úthoz. Oké. Okay. És ez még mindig nem annyira jó. És ezeket a kis pici kanyarokat itt szerintem el fogom takarítani.
Mivel van elegendő pénzünk, ezért nem nagyon kell gondolkozni azon, hogy most mibe fektessek bele, mibe ne fektessek bele, hanem itt, ennél a településnél, Tomaj Monostoránál a belterületi út egyből egy autópályához fog kapcsolódni. Jó, nem autópálya, mondjuk hívjuk főútvonalnak, így a térképnek a szélén, Mordornak a határába. Így. Ezt innen eltakarítjuk, és ide fogunk kapcsolódni, ezt is eltakarítjuk, és ezzel pedig megszületett, amire nagyon-nagyon szükségünk volt. És itt szintén passzívan felhúzhatnánk, átalakíthatnánk magát az egész úthálózatot. De azt mondom, hogy nem, nem fogjuk, teljes mértékben leegyszerűsítjük, és ajándékba kapunk még egy alagutat is. Hát ezt nem fogom megépíteni. Már csak azért sem, növeljük a méretét, rotation az nem kell, az erőssége az legyen nagy. És itt egy kicsikét nyersünk a talajból. Kicsikét nyersünk. Ide hívtak horribilis mennyiségű földmunkást, és azt mondták, srácok, az autópálya elől lapátoljátok ki gyorsan ezt a földet, mert problémáink lesznek. Mi történik akkor, amikor az ember gusztustalanul tud hegyet faragni? Semmi nem történik, ugyanis nyom egy egyenlőségjelet, és visszafüvesíti kompletten az egész rendszert. Hát ez zseniális. És itt is tudunk. Itt a megfelelő vonalba szépen kiegyenlítjük a távolságot, kiegyenlítjük a magasságot. Na lássuk, hogy szól most az egésznek az üzenete? Hibátlan. Bravo! És hogyha bántja az ember szemét ez a csatorna, amit technikailag csináltunk, most a vízelvezetéssel, ki fog foglalkozni? Ki lesz az, aki idejön és azt mondja, hogy hát fiúk, ez így nem jó. Ez így nem jó. Ne haragudj, főnök, mindjárt azonnal srácok kimennek, kapát, kaszát ragadnak, és itt szépen ezt a gusztustalan medence vájatot a környezettel teszik egyenlővé. Hogy itt is be lehetne metszeni a szélén. De mivel a játékban nem igazán van olyan, hogy mondjuk vízelmossa a járműidet és ezáltal kárér, tehát semmi ilyen realitást kellően támogató elem nem található meg, ezért nem fogunk foglalkozni azzal, hogy milyen vízkárral lehet találkozni ebbe az univerzumban. Csak egy ilyen alternatíva volt, hogy mivel is találkozhatunk. A bekötést itt megcsináljuk, mert ugye szükségünk lesz erre az objektumra. És hát ez már annyira nem mondható görbének, de most komolyan, tatabánya veszítsen lakost. Nem fog, ugyanis ide húzunk egy kereszteződést, így már kettő szakaszra mint hogyha részegen csinálták volna ezeket az utakat. Én nem tudom, hogy mi volt a belső motivációjuk, de néha azt érzem, hogy így a játék készítői azt mondták, hogy hát gyerekek, ne húzzunk már egyenes utat, az azért csak nem illik. Húzzunk ilyen görbét, az életszerű. Igen, van saját szeretett országunkban is olyan zóna, olyan szakasz, ami egyszerűen ilyen hányinger keltően gírbe-gurba, de nem azért, mert mondjuk bármilyen logikai alapja lenne. Na, így sikerült. És furcsa. Furcsa egy picit. Itt is kapcsolódunk, kész, oké. Megvan az acélgyár. Zacélgyár. És van itt nekünk konkrétan egy vas, egy szén. Két vas. Tehát ez az epicentrum, ez a terület teljes mértékben indokolna egy véget. Tehát ha nem akarok ide nagyon nagy ipart behozni, akkor azt mondom, hogy ezt leveszem egy kettesre, és akkor ez az állomás részese lesz magának az egész centrumnak. Részese lesz az egész úgymond hálózatnak, és innen már össze tudok húzni nem keveset. És mivel nem járunk még ott, hogy mondjuk egy kompletten nagy hálózatot kiépítsek, mert tényleg nem járunk ott, most egyelőre el kell vinnem ezt az alapanyagot A-ból B-be. De ilyen alapon már mást is hozzá kapcsolhatunk. És hát egy alagúton keresztül innen ezeket át tudjuk húzni, és lehet, hogy itt ezt a centrumot egyébként sem kellene piszkálnunk, mert a követ elszállítjuk, a fűrészmalmot működtetjük, az áru előállítót, azt annyira nem bántjuk, és inkább itt nyugatfele vannak itt centrumban a dolgok. Tehát azt mondom, hogy inkább 4-es legyen ez a pont, és itt legyen a találkozás, itt legyen az, amire szükségünk van. Egyszer. Oké. Mit is csináltunk korábban, azt ugye megmutattam. Szükségünk van itt egy kis útra.
ami kapcsolódik. És a kérdés az, hogy ott kapcsolódik-e. Nem kapcsolódik még. Vissza, így. És ez biztos, hogy a végére fog ugrani, amit meg nagyon-nagyon nem szeretnék. Láttunk már ilyen állomást, ugye? Na ugye, igen. Csak itt még voltak ilyen szobrok, vagy egy villamosjár. Teljesen mindegy, láttunk ilyet. Most már az autópályán kapcsolódik a lerakodó ponthoz. És itt nekünk ezt át kell alakítanunk, ezt a rendszert, ugyanis itt is szeretném megfogni a négy sávot. Kihúzni egy rövidebbet, és hozzá kapcsolni. Wow! Egyszer. És kétszer. Nagyszerű. Ez is megvan. Viszont... Nincs viszont. Oké, okay, jó. Hát kell mennünk a túloldalra, az az igazság, és szerintem szintén egy föld alatti projekttel fogom 4,4 millióért megoldani ezt a helyzetet, és ide szépen csatlakozunk is. Nagyszerű. És innen a fát elszállíthatjuk, az acélt elszállíthatjuk, az építkezési alapanyagot elszállíthatjuk, hogy a követ szállítunk ide, csak hát elég rendesen kezdjük el kiaknázni a dolgokat. Ebben a zónában, ezen a területen. És ami nekünk ide kell, egy kapcsolódási pont, hibátlan, vagy nemes egyszerűséggel azt mondjuk, hogy megkerülöm én ezt az egészet. Buildings. Nem tudom megkerülni. Csak próbaként. Nem. Működik! Egy undorító kereszteződéssel tudtuk megcsinálni, srácok, lányok. Azt mondja, nem zajszennyezés, hanem itt ki akarom venni a lámpát, nem kerül a lámpa, mert innen a munkások egyben áthordják ide a szenet, aminek határozottan örülök. Erre nekem itt nincsen szükségem. Ezt így eltakarítom a francba, aztán majd bekötöm, hogyha éppenséggel kell. Most biztos, hogy nem kell. El kell jutnom addig. Tehát van egy út, nélkülözhető út. Igen, ide csak téglát kell hoznom, plusz még ugye a márványt. Nélkül összetud, kettő út van, három út van, amit használunk. És a három útnál mindenféleképpen felüljárót kell készítenem. Úgyhogy megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Ja, na lássuk. Vonatokról van szó. És hát nem tudom, mennyire kell a high speedre gondolnunk. De gondolhatunk a high speedre természetesen, nem feltételezem, hogy itt túlságosan nagy száguldás lesz. Abszolút nem feltételezem. És kettő vonalra van szükségünk. Egyszer. És... Aha, miért nem akarsz belecsúszni? Azaz, arra van szó, kétszer. Nagyon jó. Hasonlóan, mint a települések közti közlekedésnél, itt is lesz egy irány, ami az egyik, és egy irány, ami a másik irányba megy. Egy irány, ami egy irányba megy, meg egy másik irány, ami... Az egyik vonal előre, a másik vissza fog menni. Nem tudom, hogy miért kell itt tovább, hogy túlbonyolítani a dolgokat. Na mindegy, húzzuk az egyenest, ameddig csak tudjuk. Ugyanis a célunk az ott van. Úgyhogy itt nemes egyszerűséggel... Wow! Ezt te jó kitalálta. Ide fogunk menni. És egyelőre azt mondom, hogy oké. Okay. Belőjük nagyjából, hogy merre megyünk. Az az irány. Pipa. Szintén. Oké. Okay. És még kettő darab út van. Na. Ah, oké, okay, megállt. Elengedtem. Wow! Jó, technikailag működik. Most ez a hajtűkanyar ebbe az útba, az annyira nem probléma. És itt kell rákanyarodnunk a megfelelő irányunkra. És eddig tudtam. Eddig tudom húzni. Oké, okay, szerintem ez működőképes lesz.
És végül, de nem utolsó sorban pedig itt, ide bekapcsolódunk. Erről van szó. És itt pedig hozzá kapcsolódunk. Rámegyünk konkrétan így erre a sínre, mert tehát... Mert hát annyira nem akar partner lenni a játék ebbe a történetbe. Oké. Okay. És átjövünk teljesen eddig a pontig. Aha, jó. Kicsit nagyot akartam fogni. 100 000-esével. 200 000-esével. Szerintem az autópályának a szintkülönbsége nem tetszik neki. De, tetszik neki. Akkor nem tudom, hogy mi a rohadt anyja miatt nem tudta megcsinálni. Nem mindegy. Oké, okay. Kell akkor egy vonal, ami indul el. És egy vonal, ami pedig jön vissza. Igen, visszajön. És innen kell kapcsolódnunk ehhez a ponthoz. Így van. És itt a másik állomásunkon megérkezünk, és innen kell kapcsolódnunk ehhez a ponthoz. Jó helyre megyek? Jó helyre bizony. Oké. Okay. Nagyszerű, ezzel meg is volnánk. Mi az, ami még kell? Természetesen ahhoz, hogy működőképes legyen a történet, egy truck stationre van szükségünk, 33x3-as. Wow! Abszolút jól néz ki. És ezt a truck stationt le is fogjuk pakolni. Ebbe a pozícióba. Oké. Okay. És lehet neki egy kijárata is. Egyébként, hogy ne kelljen körbe jönni. De miért ne jönnének körbe? Akkor kell kijárat egy ekkora állomásnál, hogyha sűrű a jármű forgalom és különböző irányból csatlakoznak be. Ugye rendesen meg lehet pörgetni a játéknál, hogy valójában ez így hogy nézzen ki. És azt tervezem, hogy minden egyes ilyen állomásnál, minden 4x320-as állomásnál lerakok egy-egy ilyen gyönyörűséget, hogy fogadja a kamionokat, és hogy fel tudjanak tankolni, el tudjuk ezeket szállítani a megfelelő eszközökkel. Jó, az első állomásunk úgyis itt lesz. Tehát, megyünk, jövünk, ide fogunk szépen felhúzni. Nem. Sinekre van szükség. Egyszer. Kétszer. Nagyszerű. Épületek. Jöhet ide a garázs. Szuper. Jó. Tehát, szenet veszünk fel. Ez eddig hibátlan. Egyszer. Valamint, szükségünk lesz erre is, itt fejlesztés történik, történne, ha, így van, ha a játék együttműködő lenne. Szépen ezeket ki fogom venni a hálózatból, mindent, amit csak lehet, sőt azt mondjuk nem is kellett volna. Erre az útra sincs úgy konkrétan szükségünk, meg erre a szénbányára sincs. Hanem... Húzunk egy egyenest. Oké, okay. Nagyon jó. És hogyan is menjünk? Itt a halászatot szeretném kiaknázni. Vagy, igen, ez itt közelebb van ehhez, mint az északihoz. Viszont itt mind a kettő le van foglalva. De itt van egy pékség, illetve banának a gyárait szintén kapcsolódhatnak ide. Bár lehet, hogy bana inkább északhoz fog kapcsolódni. Lehet, hogy bana északhoz inkább. Na szóval, útfejlesztés, nem tudjuk, viszont, hogyha itt egy görbével, nemes egyszerűséggel elkanyarodunk észak felem, akkor itt az útfejlesztés már kivitelezhető. És ugye erre itt nincsen szükség. Ezt innen eltakarítjuk. Kompletten az egész. Úgyhogy megyünk tovább egy újabb görbével. És itt... Ott már van egy kapcsolódási pontunk, ami nagyon jó, de a biztonság kedvéért itt bekötjük a hálózatba magát az utat is, és ott van a következő, és talán az utolsó elem, az igen. Az igen, biztos, hogy nem fogok. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem fogok alagutat csinálni ezért. Úgyhogy hívjuk a srácokat, a hegybontó alakulatot, a hegybontó elit osztagot, és itt szépen nekem lekaparják 2 millió dollárért kompletten az egészet. Majd szépen egybefésüljük. És megnézzük, hogy
Valójában az autópálya építő hadtestnek mi a vélemény erről? Szerintem határozottan értékelik. Kecsesen hegybe metsző mozdulattal kapcsolódunk ehhez az autópályához, és fel tudjuk most már venni a vasércet, illetve a szén szenet is. És ugye kettő egységet kell leszállítanunk ide, hogy sleget termeljünk, azt pedig el tudjuk szállítani ebbe a pontba. Ami azt jelenti, hogy ide nekem szükségem lesz egy truck stationre, és egy 1/0-ásat fogok ide lepakolni. Másik oldalt, 0/1-est. És mivel ez a zóna település részese lehet egy idő után, ezért helytakarékosság szempontjából ennyit használok. Bár... Nyéklátháza az egyedüli. Erdőkertes. És bana. Mind a kettőt ki tudnánk szolgálni. Átépítjük. Átépítjük, leromboljuk, mindent csinálunk majd, hogy eljutunk arra a pontra. Mindent is. De most fókusz. Innen felvesszük az alapanyagot, a vasércet, mert a szenet automatikusan megkapjuk. És ugye ide ki fogok pakolni egy 1/1-est. 2/2-es, bocsánat. Mert több fele vihetjük innen a vasércet. És egy gyönyörűnek nem annyira elmondható kereszteződést fogunk itt csinálni. Jó, ezt én innen fogom elfogadni. Igen. Megszivattam magam, de rendesen. Egyszer. Kétszer. Buildings. Háromszor. Oké. Okay. Ezzel meg is volnánk. Ezt követően el kell szállítanunk ide a szerszám gyárhoz. És ugye azt mondtam, hogy a határérték az itt van. Itt van. De az acélnak mindenféleképpen ide kell jönni, mert a legtöbb szerszámot itt tudunk előállítani. És így kaphat Tatabánya, így kaphat Tomaj Monostora, így kaphat Nyéklát háza is szerszámokat. Nem beszélve ugye pluszban Szegedről, Mezőzomborról. Többen nem kértek szerszámot? Ostoros már nem itt fogjuk ellátni. De ennyi. Oké. Okay. Északon összegyűltek a szerszám igényesek, és ezt fogjuk most szépen felvirágoztatni. És ezt az utat egy kicsit meg fogjuk tuningolni. Méghozzá azért, hogy ne legyenek annyira lassúak itt a kamionok. De biztonság kedvéért ide húzunk egy kereszteződést. A dom tetejére miért is ne. És a varázspálcával, meg a bulldozerrel itt ki fogjuk egyenlíteni, amit ki kell. Oké, okay. Először is húzunk ide egy görbét. Pazar! Aztán húzunk ide egy varázsszerzet. Nagyszerű! A megfelelő sebességet így a kamionok már elérve szállíthatják ide mindazt a jóságot, amit szeretnék az emberekhez eljuttatni. És ezzel beizárult a kör. Nos, akkor meg is vagyunk, nem gyorsan, de határozottan lassan ezt a vonalat tudtuk képviselni. Megállítom az időt. Ugyanis szükségünk van először egy vonalra. No line. Aha, nem vagyunk még kész. 1/0. Ére, így. Szóval, vasérc. Pályaudvar. Új vonal. Pályaudvar. Pályaudvar. 68-as vonal. A kamionoknak az első vonal. És nem tudom, hogy szállítsuk-e egybe vagy külön-külön. Technikailag külön-külön alapanyagot szállíthatnak. És miért is vennénk ketté? Miért is vennénk ketté? Jó, lesz ez egy vonal. Új vonal. Vasérc. Szerszámgyár. Új vonal. Slag. Oké. Okay.
ezen változtatnunk kell egy kicsit, de oda mindenféleképpen le kell hozzuk. És a változtatásunkat bulldozerrel fogjuk először kezdeni. Ez nem rossz egyébként, ami kinyúlik innen a pályaudvar mellől, azt pedig meghagyom majd ilyen becsatlakozási pontnak, hogyha esetleg szeretném majd ezt a területet is meghódítani, birtokba venni. A játékban kicsit sajnálom, hogy nem lehet zónát érinteni, hogy akkor én most kompletten ezt az egész területet szeretném így a földdel egyenlővé tenni. Street, külterület, és jöhet a rajz. Egyszer, kétszer, háromszor, és meg vagyunk. Fantasztikus. Itt a bekötő utakat be lehet húzni, egyébként nem annyira fontos, mert semmit nem csinálunk itt. És végül egy varázspálcával a fennmaradó részét az útnak pedig fel is fogjuk fejleszteni. Valamint csak, hogy kellően kényelmes legyen az egész összkép. Ide egy újabb kijáratot szeretnék. Végül, de nem utolsó sorban le kell pakolnunk a cuccot. Buildings Truck Unload Station. Ezt nézzétek, mennyi tégla kell ide szerencsétleneknek. És legyen mondjuk itt egy lerakodó. Szerszámgyárról is szó van. A három kis települést fogom elővenni először. Kell, akkor ott szépen bejövünk, legyen itt egy. Ezen kívül legyen itt egy. És ezen kívül még nyéklátházára is bekopogtatunk, legyen itt egy. Oké. Okay. Tudom, most még csak egyetlen egy dolgot csinálunk. Konkrétan kettőt. Kettőt. És nem vonattal szállítjuk el ide, mert egyébként felesleges innen idáig vonattal elvinni. Én úgy gondolom, vannak olyan kamionjaink, ami simán elvizik ezt a munkát. Problémamentesen. És hogy abszolút egyszerű legyen itt a történet, ne kelljen szerencsétlenkednünk különböző dolgokkal, ezért belterületi négysávossal itt ki fogok ide nyúlni, ezt itt lepipálom, és külterületi négysávosra váltva pedig itt csinálok egy bekötő utat, és így nem kell eddig eljönni, feljönni, oldal, itt vissza, normálisabban el van ez készítve, és nem, belterületivel fogom, ezt X-et kap, már mondjuk az is jó lett volna, amit mutatod, így né, oké, okay. Még gyorsabb lesz. És akkor ott jártunk a vonalaknál, hogy van a 70-es, a 70-es vonal, ez a lila, pontosan. Teret adtam egy újabb vonalnak a létrehozására. Nagyszerű. Oké, szuper. Örülünk neki. Az építkezési alapanyagot, az ezáltal szerzett építkezési alapanyagot pedig el kell innen szállítsuk. Tehát ez itt értelmetlenné vált. Igen, nem akarom, hogy várjanak egymásra. Épületek. 1/1. Nem tudunk kapcsolódni, semmi gond nincs, húzunk egy rövidebb utat. Így. Ezt innen eltakarítjuk. És azt mondom, hogy az út, az legyen mondjuk itt. Pipa, és kell egy épület, ami már hibátlanul helyezkedik el. És ugye ilyenkor automatikusan visszaugrik, hogyha X időn belül vagyunk ezen a területen. És itt kérünk egy újat. Egyszer. És kétszer. Valamint kérünk egy újat. Szerszámokról van szó. Egyszer. Tatabánya. Kétszer. Újabb vonalról van szó. Szerszámok. Egyszer. Tomaj monostora. Kétszer. És végül újabb vonalról van szó. Egyszer szerszámok. És nyéklátháza. Kétszer. Nyéklátháza egyébként felléphet a fejlődésnek a mezeire, ugyanis itt már van belterületi út, amit elkezdett készíteni, téglát kapnak, csak a leveleket kell majd megoldanunk, plusz még szerszámokat. Úgyhogy hölgyeim és uraim, ez az alapja annak a hálózatnak, amit én szeretnék működtetni, és ez azért is nagyon jó, mert innen például el tudjuk vinni kávébabot, és a kávébabot pedig egy pörkölőhöz kellene vinnünk, ami remélem ott van például, ott van. Tehát, hogyha én itt, ezen az útvonalon mondjuk tovább haladva, bár elég nagy őrültség lenne, ide megcsinálnám a következőt, a következő pontot,
akkor ez eléggé sok mindent kiszolgálhatna. Úgyhogy azért is, hogy ne a levegőbe beszéljek, és hogy ne azt lássátok, hogy itt csak szavakkal van dobálózva, és nem lesz semmi se lepakolva, a következő központi elemünk pedig itt található. És itt keresztül fogok menni ezen az egész zónán, ez abszolút nem fog érdekelni. Utolsó mozzanatként pedig itt korrigálni fogunk dolgokat. Méghozzá először a bulldozernek a segítségével. Egy! Oké, nagyon jó. Szuper. Itt át kell nekünk először hajtanunk, úgyhogy szeretnék ide mindenféleképpen. Collision. Aha. Messzebbről kell jönnünk, egyébként dombon vagyunk, ez mindig egy óriási nagy hátrány. Felkapaszkodással biztos, hogy lesznek problémáink. Igen, jöhet egy modernebb, és pipa. Lássuk, hogy van-e veszély. Hát egy kicsi. Egy kicsi. Ne pakolják túl sok szénnel, te lesz az egész rakományt. Ezt jól csináltuk? Igen, nem az autópályán voltunk. Oké. Ugyanaz a történet, csak itt kicsit nagyobbat fogok beleharapni az egész rendszerbe. És őket meg itt hagyjuk. Ugyanis itt szeretnék egy egyenesebb vonalat. Négy. Nem. Messzebbről kell jönnünk. Így. Ide csatlakozunk. Nagyszerű. Pépa. Az ott maradhat. És az autópálya pedig hasonló történet. Igen. Először a balról jobbra jövőt fogjuk megműteni. Tehát autópálya, három sáv, balról jobbra fogunk közlekedni. Fantasztikus. És hibátlan. Egyszer. Következő. Ellenkező irányvonal. Most már abszolút nem fogok ilyen irányokkal dobálózni, mert erre megyünk, meg arra tartunk. Talán. És itt pedig felhúzzuk. Pazar. Oké. Nagyszerű. Nos, hölgyeim és uraim, eljutottunk arra a fantasztikus pontra, hogy így késznek nyilvánítom ezt a szakaszt, és nem hiszem, hogy itt bármit fogunk korlátozni. A következő részek alkalmával, feltöltjük járművekkel, és valószínűleg egy brutálisan nagy kiadásnak leszünk, kés gazdái, de ez már csak a 15. részben fog kiderülni, hogy mennyire fog minket lesújtani, vagy mennyire lesz működőképes az egész. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk legközelebb. Szevasz! We'll be right back.